egy csomó szinkron szerep kapcsán jutsz eszembe, vagy azért, mert számomra volt kedves emlék, jó alakítás, illetve olyanokat is szeretnék megemlíteni, amit én ugyan nem láttam, de talán a nézők számára fontos lehet, illetve amiről úgy gondolom, hogy a te munkásságodban jelentős volt. Számomra az első ilyen meghatározó sorozat a Beverly Hills 90210 volt. Azzal kapcsolatban milyen emlékeid vannak? Az volt az első nagyobb szerepem tulajdonképpen, tehát nem csak neked, hanem nekem is az volt az első. Nagyon jó volt, nagyon izgultam, emlékszem a legelső forgatásra, hogy meg is kellett állni, Juhász Anna rendezte, meg is kellett állni, mondták, hogy menjek ki, nyugodjak meg, igyak egy pohár vizet és jöjjek vissza, tehát nagyon izgultam, de egy nagyon jó csapat gyűltött össze, ugye a lányok is, Ábel Anita, Urbán Andi, Závodszky Noémi, Németh Bori, még egy valaki volt, akit most ki fogok hagyni, nem tudom, de az egy tényleg egy nagyon jó munka volt, mert hát tulajdonképpen azon kezdtem el igazán megtanulni, szinkronizálni. Előtte tömegeztem, meg kisebb szerepeket csináltam csak. Volt még egy francia sorozat a 90-es évek végén, amiben egy Dilis karaktert csináltál a második csókban. Meg az első csók. Meg az első csókban is. Még a mai napig igen, sokan emlékeznek rá, azt Simonyi Piroska kezdte eredetileg, csak ő aztán külföldre költözött, és én tőle vettem át, ezt azért el kell mondani. Hát én szerettem. Megmondom őszintén, hogy nehéznek tűnik, vagy mindenki kérdezi, hogy úristen, sokat beszélt, gyorsan beszélt, bolond volt, sokan beszéltek egyszerre, de nagyon jó munka volt. Pont emiatt minden belefért. Meg nem is a saját hangján beszélt, hanem szinte egy rajzfilm hangon. Az eredeti is egyébként. Nagyon szerettem. Amennyire én visszaemlékszem, te is. Tehát igen, én akkor nem is ismertem fel a hangod. Igen. És azt még a mai napig szokták kérni, hogy tudsz úgy beszélni, mint... Nem. De tudok, de nem. Tehát azt látni kell a figurát hozzá. És egyszer egyébként szinkronizáltam a lányt 2-3 éve. Nem. Volt egy sorozat, amiben jött ő vendégszereplőnek, de én már benne voltam. Tehát nem én voltam a hangja. És hasonló karaktert hozott, de hát azért mégiscsak már ő is idősebb. És nagyon furcsa volt látni. Azt bánt téged, hogyha egy színésznőnek te vagy a hangja mondjuk egy sorozatban is később befut a színésznő, karrier csinál mozifilmekben szerepel, akkor már nem téged hív? Nem, bántani nem bánt. Régebben egyébként volt, hogy bántott, de most már azért ezen túl vagyok meg. És a rendezőnek is szíve joga azt hívni, akit ő gondol rá, vagy annyira olyat játszik, amire nem engem tud elképzelni, vagy nem is tud róla, hogy én voltam. Van olyan, amit mondjuk sajnálok, de nem bánt. Vagy nem. Ez egy ilyen szakma. Egy hiszt is erőszakos szőkecsajt szinkronizáltál a Nevermore című sorozatban. Jaj, de szerettem. Igen. Joyt. Igen. Imádtam. Ez remek sorozat volt. Arról szoktunk beszélgetni, hogy jó lenne, ha elveszni a szinkronja, és újra kéne csinálni, mert azt én azt annyira szerettem. Mondjuk arra emlékszem, hogy így a második, harmadik forgatás táján találtam rá, hogy mit kéne kezdeni a figurával, de hát azt imádtam. Addig keresgetted a hangját? Hát nem is azt, hanem volt egy elképzelése a rendezőnek is, meg így első ránézésre nyilván, hogy sokat nem láttunk a sorozatból, meg nekem is, és mire azt így összegyúrtuk, hogy akkor amit ő szeretne, az is benne legyen, de amit én gondolok, afelé is menjünk egy kicsit. Tehát, hogy az elején az volt, hogy inkább egy ilyen, hogy nagyon fejhangon, hogy nagyon fönt, és utána meg azt gondoltuk róla, hogy nem annyira az a lényeg, hogy fönt, hanem hát ez a karakterben minden benne van. Tehát nem arra kell koncentrálni, hogy most akkor én milyen hangon, vagy hogy szólalok meg, hanem ha hozod azt a figurát, akkor az bőven elég. Tehát ha ezt most visszanézném, az első 2-3 részben szerintem ilyen első csókszerű hangon beszéltem, és később meg már nem. Azt már nem tudom, hogy hány éve szinkronizálsz az Agymenők című sorozatban. Ott ugye egy olyan karaktert kaptál, aki színésznő szeretne lenni, de igazából nem tudja az álmait megvalósítani. Igen. Mennyire szereted ezt a sorozatot? Mit gondolsz a karakterről? Nagyon szeretem. Eleinte azt gondoltam, hogy az első évadokban, ami szerintem valamilyen szinten úgy is van, hogy hát a fiúk viszik ugye a prémet, tehát az róluk szól, és akkor a lány csak úgy ott kellett, de végül teljesen egyenrangú. Hát
nyilván nem a Sheldonnal egy rangú szereplővé nőtte ki magát, de ő is egy meghatározó karaktere lett az újabb két lányjal, akik még ugye bejöttek. Nagyon szeretem. A stúdióváltás szokott titeket zavarni? Mert ugye a Nevemöl és az agymenő kapcsán is volt stúdióváltás. Hát zavar, de ugye nyilván kialakul egy munkatempó, meg egy munkamódszer, ahogy dolgoztok együtt a rendezővel, és akkor átkerül máshoz. Aki nem ismeri, akkor ismeri meg a sorozatot igazán, mint rendező. Nyilván ott neki is bele kell jönnie, vagy meg kell tanulnia, hogy akkor itt most ki miről szól, meg mi a lényege, de hát szerintem nem tudom, hogy ezt nektek kell tudni, így a nézőknek, hogy a végeredményen ebből hallatszik el bármi is. Én nem hallottam semmi különbséget. Akkor, hát más a munka, nyilván mindenkivel más a munka, de nem okoz így problémát. És hogyha nem angol nyelvről kell szinkronizálnod, hanem mondjuk spanyolról, akik nagyon pörgősen beszélnek, az nehezíti a munkádat? Nehezíti, mondjuk engem annyira nem zavar. Ha gyorsan kell, az jobban zavar, hogy mondjuk nem tudom, hogy hol tartok. Ha bár, hiszen mire véget ér mondjuk egy ilyen 180 részes spanyol nyelvű sorozat, addigra egy néhány szót, azt nem mondom, hogy tudnék spanyol beszélni, nyilván nem, de hogy azért már a végére be tudom azonosítani legalább azt, hogy melyik mondatot mondja, tehát így felismerem. De hát inkább a játékstílus más az ilyen filmeknél, mint az angol nyelveknél. Most konkrétan az Aprics László rendezte Bárkára gondolok, miben Vilmát szinkronizáltad. Igen. Téged foglalkoztatott-e a rejtély a Bárkában? Tehát ugye földobtak az elején egy ilyen rosszszerű rejtélyt, hogy igen. Majd lesz valami. Megragadott-e téged ez? Egyébként igen, csak egy idő után elvesztettem a fonalat. Mert ott is ugye nagy részt azt láttam csak, ahol én vagyok, és ott kérdezgettük a Lacit, hogy mi, hogy, merre, de egy idő után, mivel a tévében nem néztem, ezért nem értettem, hogy mi történik, vagy már annyira kusza volt, hogy volt ugye az internátus volt egy olyan sorozat is. Ott is az volt, hogy egy darabig nagyon izgalmas volt, nyilván utána is, csak én már utána nem nagyon tudtam követni, hogy mi miért van. Kérdezgettük nyilván a rendezőtől, aki meg ő is mondta, hogy most mi miért történik, de hát egy idő után nem nagyon tudtam. Az más, ha nézek valami sorozatot otthon is követem, most függetlenül, hogy benne vagyok, vagy nem, sőt, jobb, ha nem, de hát ilyen szinkronizálás közben, főleg egy sorozatnál azért az ritka, hogy az ember, ha nem nézi, vagy nem foglalkoztatja úgy az a sorozat, hogy így átlássa. Én szeretem az állandó párosokat, és ez külön öröm volt, hogy amikor ez a színésznő egy spanyol mozifilm két részében feltűnt, akkor is te szinkronizáltad. Igen, de azt is a Laci rendezte. Igen, szerintem. Aprics László rendezte azt is. De lehet, hogyha máshoz kerül, akkor nem tudják. Ugye ő nyilván meglátta, felismerte, hogy én voltam, tehát, hogy én emlékszem rá. Illetve volt egy nagyon furcsa animációs sorozat a Simpson család alkotóitól. Futurama, Futurama, ja, igen, amiben egy egyszerű csajt szinkronizáltál, és le is cseréltek valamiért, ha jól emlékszem, a negyedik évattól. Hát ez annyi volt, hogy elkezdték venni egy stúdió, nem is emlékszem, hogy ugyanabban a stúdióban vették-e, vagy nem, és nem tudták, vagy nem tudom. Tehát én nem... Tehát szóba került, hogy valaki megkérdezte. Nem. Tehát így... Nem tudom. Lehet, hogy a megrendelő nem kérte, hogy ugyanazok legyenek, ők meg akkor nem foglalkoztak vele, hanem simán kiosztották a szerepeket. És milyen emlékeid vannak ezzel a sorozattal kapcsolatban? Én nagyon régen csináltam. De emlékszem, hogy munkának jó munka volt, tehát hogy így magát a szinkronizálást élveztem, meg a figurát. De na, hát ez nem tudom hány éve volt. Két sorozatban is szinkronizáltál. Hát egy naív, esetlen csajt. Az egyik ilyen a Ne bízz a ribiben című szitkom volt a Comedy Centralon. A másik az egy anime volt, a Nana, ahol vidékről a fővárosba költözött. Igen. Hú, az is nagyon rég volt. A Ne bízz a ribiben az egy frissebb emlék, az nagyon jó volt. Az volt az a sorozat, amit azért otthon is leültem megnézni. Meg hát nagyon jó volt a munka együtt a Bogdányi Titanillával. Markovics Tamással is tudtál dolgozni? Tomival is volt, hogy együtt voltunk, igen, de főleg a Titivel voltunk ugye így összezárva. Ez nagyon jó volt. Kertész Andi rendezte. És főleg ugye Dolphsonos utalások voltak benne. Ezek neked mennyire jöttek át? Ismerted ezt a sorozatot?
Hát valamennyire ismertem, de az, hogy Dawson-os utalásod, na ez nekem nem esett le. A Tominak biztos, de nekem nem. És így az animékről mit gondolsz, mint műfajról? Szeretem, de tehát csináltam már olyan animét is, amire azt mondtam, hogy hú, ez nagyon jó, és olyat is, amit így én nem értettem, vagy nem én voltam a célközönség, nem tudom. De a Nana, az kimondottan jó volt, arra emlékszem. Catherine Hegelnek mondhatni az állandó hangja, vagy szinkronizáltatok Részklinikában, a Roosevelt-ben, és az Elnök árnyékában is ezek mind sorozatok voltak. Igen. Plusz mozifilmekben. Hát nem mindig én csinálom, mondjuk, de igen. Nem mindig te, de leggyakrabban te vagy a magyar hangja. Milyen színésznőnek tartod őt? Én nagyon szeretem. Nagy a Roosevelt-ben még egész kislány volt, amikor csináltam, tehát hogy így a kezdetektől látom. Mondjuk furcsa, mert őnek egy jóval mélyebb hangja van, mint az enyém, vagy egy teljesen más a hangkaraktere. Megmondom, hogy szintén van olyan filmje, amit én szinkronizáltam, és visszanéztem, és annyira megcsinálnám újra. Tehát, hogy így, amikor leadja a tévé, vagy bármi, akkor így úgy vagyok vele, hogy úristen. De nagyon szeretem. Már ismerem azt, tehát azt mondhatom, hogy azért így ismerem nagy részt, hogy mit csinál, de hát nem véletlen, hogy ő jut eszembe elsőnek, ha valaki megkérdezi, hogy miket szinkronizálok. Talán ő az, aki tele van a legtöbbször szinkronizáltam. Közelmúltban volt-e olyan szerep, ami emlékezetes maradt a számodra? Biztos, de nem jut eszembe. Már én most úgy gondolom. Pedig volt mostanában, de nem tudom mi. Egyébként az a ciki, hogy régen, tehát amikor elkezdtem szinkronizálni, x évig, bármit megláttam a tévében, vagy meghallottam, akkor, tehát így felismertem, hogy ebben én benne voltam, vagy ez én voltam. És akkor nem tudom, hogy hány év után eljön az a pont, amikor megy egy film a tévében, és mondjuk nem tudom eldönteni, hogy én vagyok-e, volt nem olyan rég egy olyan, és konkrétan az ISDB-n néztem meg, hogy ez most én vagyok, vagy nem, és én voltam. Tehát, hogy ez... tehát nem ismered fel a saját hát hangot. Általában felismerem, de abban a filmben nem ismertem meg. És volt is tippem, hogy ha nem én vagyok, akkor ki az. És hogyan kezdtél a szinkronizálni? Én régen színházban játszottam, meg táncolni jártam, és oda jöttek egyszer egy reklámfilmválogatóra valakik, hogy mindenki, aki itt van táncol, nem maradjon itt, mert lesz egy casting. És akkor ott kellett egy jelenetet eljátszani, abból nem lett semmi, és felhívtak egy hónap múlva, mondjak egy nyelvtörőt, tessék, és akkor valamit mondtam, és mondták, hogy jó, akkor egy valami arckrém reklámhoz, de csak egy ilyen tesztreklámhoz kerestek hangot, és hogy akkor én lennék a lány. Egyébként így, hogy ebben a szakmában dolgozom, így utólag nem értem, hogy miért úgy kerestek valakit, akinek köze nincs ez az egészhez. De és akkor én mentem, mondták, hogy lesz egy fiú is, a fiú szinkronizál, és ő tudni fogja, hogy én még soha nem szinkronizáltam, de a megrendelő felé úgy kell tenni, hogy én már rengetegszer. És akkor hát kicsit igen izgultam, meg féltem, de azt mondták, hogy jól ment. És akkor az a fiú is mondta, hogy miért nem szinkronizálok, és valahogy így kezdődött. Aztán hirdettek még a régi Pannonia filmstúdióban, a Hüvösvölgyi úton volt egy ilyen egyéves képzés, ahova jelentkeztem. Szerintem az egy volt, ott soha többet nem is volt. És melyik szerepeket szereted a legjobban csinálni? Legjobban, az őrülteket. Őrülteket, gonoszakat, akik valamilyenek. Szinte mindenki. Igen. És ki volt az a fiú, aki... Szuhi aki... Péter, ő már nem szinkronizál egyébként. De akkoriban ilyen gyerek hang. Az volt a szerencsém akkor, hogy én 15-16 éves voltam, tehát még nem felnőtt, és azért úgy könnyű volt. Meg egy csomó helyen olvastam azt leírva, hogy engem a Simonyi Piroska barátnőm hozott be a szinkronba. Én azt nem tudom, hogy az honnan indult el, de olvastam így cégben, meg 2-3 helyen is így a neten. Nem is ismertük egymást a Piroval korábban, úgyhogy ezt nem tudom, hogy miből adódott. Tehát a szinkronban találkoztatok először. Igen, abszolút. Kívánok további sikeres munkát! Köszönöm!